nálam nincs karácsony desszert nélkül, úgyhogy idén arra gondoltam, hogy nem beiglit és zserbót mutatok nektek, hanem az olaszok tradicionális desszertjét sütöm, a panettonit bélízes mazsolával. Hozom is a tejet a hűtőből, amit felhevítek, aztán beleteszem a cukrot, és hozzá morzsolom az élesztőt. Az élesztőt felfuttatom. Egyébként a panettone az egy könnyed légies kertésze, ami gazdagon vajas és tele van aszalgyümölcsökkel. Én az egyszerűsített verzióját mutatom élesztővel, de az eredeti az búzakovásszal készül, onnan kapja ez a gyümölcsös sütemény az aromáját. A mazsolát beáztatom bélízbe, így a mazsola beszívja magába a krémlikört, és egyszerűen mennyei lesz. Összeállítom a tésztát, egy tálba beleszitálom a lisztet, hozzáadok sót, vaníliaörleményt és frissen reszelt citromhéjat. Mielőtt elkezdem dagasztani a géppel, előtte hozzáadom a teljes élesztőt is. A tojásokat ketté választom, majd a sárgáját egyesével az alaphoz adom. Puha vajat keverek még bele, és tejet. Kétszer kell keleszteni, és leggyakrabban az aszalt gyümölcsök a második kelesztés után kerülnek bele. Én viszont most hozzáteszem a mazsolát is, és az aszalt szilvát is. Így sokkal izgalmasabb lesz az íze, átjárja a bélisz a tésztát is. Nagyjából 40 percig újra keleztem, utána előmelegített sütőbe 160 fokon 45 percig készre sütöm. El is készült ez a nagyon látványos sütemény, úgyhogy most már nincs más hátra, mint feldíszíteni és megkóstolni. Ne gondoljátok túl a karácsonyi készülődést, de kreatívkodjatok a konyhában. Javaslom nektek, hogy mindenképp készítsétek el ezt a bélízes panettonit. Mindenképp megéri, először ajándékformában, utána kóstoljátok is meg, mint ahogy én is megteszem, ugyanis mennyei lett. Kellemes ünnepeket nektek, sziasztok!